Sziasztok, sziasztok, velem Gábor Lázs is ma új Apple termékén nézünk, még hozzá van egy új iPadünk, de egy Apple Studio Mac Studiónk is, és nem csak iPadről lesz még szó, hanem az új iPhone-t is váltátok, méghozzá lesz új Apple iPhone SE, és nem csak az SE-nél maradt az Apple, hanem még új iPhone 13-asunk is van, de ott csak új színeket kaptunk, de lesz egy pár dolog, amiről beszélni kell, a háttérben megy az egy órás prezentáció, de ez itt nem egy órás lesz, hanem egy 10 perc rövid, kis idő alatt akarom neked itt összefoglalni, hogy Apple mi minden újdonságot mutatott be, és mit tudunk péntektől megrendelni, és már jövő hétben a kezünkben is tartani. Good morning, and welcome back to Apple Park. Na kezdjük azzal, hogy van egy új Apple iPhone 13 Pro, még 13-as szín, méghozzá egy sötét zöld szín. Megint arról van szó, hogy még mindig nagyon jók a kamerák, ez a legerősebb iPhone-ja az Apple-nek, és ezért is ezzel kezdték, hogy először dicsérni akarják, hogy még soha nem adtak el ennyi iPhone 13-at, és itt látjátok át még egyszer, hogy a Pro-ból még mindig 5 fajta szín van, van ezüst, arany, fekete, kék és a polár, fehér, de hogyha átugrunk majd a sima iPhone 13-hoz, akkor látjátok, hogy persze ott is megkaptuk ez az új sötét zöld szint, ugyanúgy iPhone tipikusan a legújabb chip van benne, ugyanúgy lehet kapni majd péntektől, megrendelni, és ugyanaz maradt az ára is, de azt mindjárt még egyszer megnézzük, és itt látjátok, hogy itt még mindig a 6 színből választható, méghozzá van a zöld bevonat helyett csak rózsaszín, kék, éjfél fekete, van egy szép, gyönyörű product ready is, és hogyha tovább kicsit nézzük, persze maradt az is, hogy a 13-asnál, simánnál, meg a mininél matta külseje, és különben meg csillogó. Árban még mindig egy 300.000 forintnál kezdjük a 13, és egy 400.000 forintnál majd a 13 Pro, hogyha arra átugrunk, és ja, ez még egyelőre szeptemberig így is fog maradni, és péntektől előre tudjátok rendelni, mert mondtam, reggel 9-től, és valószínűleg megint egy pár hétig utána nem lesz kapható, de ugoljunk át az iPhone nem 11-hez, hanem az SE-hez, ami két éve lett újonnan bemutatva, nagyon sok ideig, 5 évig volt előtte csend, az SE-nek az első generációja az egy iPhone 5S-nek a dizájnja volt, és most itt láthatjátok, hogy nem változtattak a dizájnon semmit a két évvel ezelőttihez képest, de még mindig 195.000 forintba kerül, tehát egy jó 430 dollár plusz áfa Amerikában, euróban meg 520 euró lesz, azt hiszem, de most az újdonság, hogy ebben is benne van az új A15-ös chip, tehát itt is ezt megveszitek, 5-6 évig simán kapjátok az update-eket Apple-től, nagyon gyors lesz, 5G van benne, lehet vele játszani, és itt látjátok például Apple élete, hogy egy kicsivel jobb, mint az előző generációnak, a processzorja 1,2-szer, de például az iPhone 6-hoz képest 5-ször olyan gyors, és ugyanaz egy design, mint eddig is az iPhone 8-nál volt, 5,5-incses, vagy 4,7-incses a kijelző, az 5,5-incses az iPhone 8 Plus volt, és látjátok, hogy 2 órával, vagy akár 4 órával tovább is bír az aksia, attól függ, hogy melyik telefonnal hasonlítjuk össze. 5G, már nem tettem éppen, az, hogy benne van az A15-ös processzor, amit a 13-as iPhone-ban is látunk, ebben is az 5G-t megkapjuk, de amúgy jövő héten én ezt a telefon megkapom, letesztem nektek egy hét alatt, és elmondom, hogy majd mit tud. Itt is a legerősebb üveg, vízhatlanság, egy kameránk van hátul, ami 12 megapixeles, ezzel tovább is fel tudunk venni 4K videókat, 60 képen másodperccel, tehát itt nem változott olyan sok minden, csak AI-ban, tehát hogy az Apple még mit javít rá, szoftverileg meg a processzor az, hogy erősebbet, sokkal gyorsabban tud feldolgozni képeket, de nem mondják azt, hogy jobb felvételeket tudunk például este csinálni, de ezeket már kipróbáljuk. Aztán új lenyomat olvasó benne maradt, Face ID nincs benne, de ezért is csak 195.000 forint, ami azért jó, mert így az előző SE olcsóbb lesz, mondjuk egy 150.000, nem az Apple-től, hanem persze viszonteladóktól, amíg legalábbis lesz belőle, és megint 64 GB-ot kapunk az alapcsomagban, 128 GB lesz a következő, ami kicsit többbe kerül, 215.000-be, és akkor még van 255.000-ért a 256 gigás változat, és ahogy említettem, 3 színben, de már nem kapunk hozzá töltőt a dobozba. Itt még egyszer rövid áttekintés, hogy hogy vannak az árbeli különbségek, tehát egy sima 12-es még tudtok venni, az előző esélyt már nem, de ott persze nagyobb lesz a kijelző, de amire mindig ügyeljetek, hogy a mini például a 12-esből meg a 13-ból is alapvetően nagyobb kijelzős, de kisebb, mert hogy nincs olyan nagy káva. De beszéljünk a következő termékről, méghozzá az új iPadről, amit ugyanúgy meg fogok rendelni jövő héten, vagyis most pénteken, és jövő héten pénteken már a boltban is lesz, és itt is megmaradt az új design, amit az előző
előző iPad Air-nél már láttunk, ami ugyanúgy 2 éves volt, de ebbe is belekerült a legújabb chip, az 5G technológia, itt is sok színben lehet megvenni, és persze nem csak hátul jó a kamerája, hanem elől is, tehát az első kamerára is ugyanúgy jobban ügyelt most itt az Apple, mint az eddigi Pro-knál, mint bemutattak előző évben. És nem A15 chip van benne elnézést, hanem az új M1, méghozzá 10,9 inch maradt a kijelző mérete, ugyanúgy Magic Keyboard-dal majd működik, erről majd még beszélek, és látjátok, hogy itt a 6 színből lehet választani, de erről még mindjárt közelebb mesélek egy kicsit, és igen, az M1 processzor azt jelenti, hogy itt is megint a leggyorsabb processzor, ami jelenleg az Apple-nek majdnem a leggyorsabb létezik, de a táblagépekben ez a leggyorsabb egyenlőre, nem rakja bele a Pro-t, meg a Max-ot, meg az Ultrát, de ezekről majd mindjárt még többet mesélek, az M1-es chipekről, mert nagyon sokat hallottunk ma róluk. De itt látjátok, hogy reklámoz Apple, hogy igen, van benne 16 magos grafika, 10 magos processzor, és még 16 mag AI is, hogy a képeket meg videókat jobban fel tudja dolgozni, lehet tollal használni, amit eddig is lehetett, a toll töltődik is, hogyha rárakja a szélén, sok extrákat lehet venni hozzá, ezekben mindjárt még megnézzük, nagyon erős játszani is online, hogyha játszani akartok, de akár Office-sal is lehet használni, videót lehet vele vágni, videót lehet vele nézni, tehát nekem alapvetően például az iPhone, az iPad 13 Pro, ami nekem egy 20-20-as, pont erre le lehetne váltani, úgyhogy nem kéne annyit fizessek érte, és hát nem kéne ilyen betört kijelzővel éljek. Itt látjátok a Magic Keyboardot is például, amit továbbiabban is lehet rádokkolni mágnesesen, USB-C-vel töltődik, és igen, az, hogy USB-C csatlakozója van, itt is továbbiabban lehet külső tárhelyeket is használni, és amit eddig is lehetett alapvetően az iPad-et csinálni, csak most már van benne 5G is, meg M1 chip is, ami egy tök jó kis dolog, tehát szerintem a következő lépés az lesz Apple-nek, hogy a iPhone-okba is M1 chipet rak talán bele, hogyha le tudják zsugorítani méretben, mert az, hogy most az első készülék, aminek van 5G-je is, és M1 processzorja is, talán majd megkaphatjuk a MacBookokban is. Itt átlik az árakat, hogy még mindig 140 ezer megkapjátok az iPad 9. generációt, aztán jön a iPad mini, ami 200 ezer, az egy kedvenc készülékem, és egy kicsivel többet, itt 64 gigásan meg tudjátok már venni itt az iPad Air-et. 250 ezerért 64 GB-tal, nem tudom, hogy miért nem 128-at raknak ki még ezekbe bele, az iPhone 13-asokra már 128 az alap, de 310 ezerért már megkapjátok a 4-szer annyi tárhelyet, vagy 369 ezerért, hogyha cellulár és több tárhelyet akartok, meg billentyűzetet, meg tollat is lehet hozzávenni, a toll most már 50 ezer forintba kerül, és a Magic Keyboard meg 118 ezer jelenleg euróforint átváltás miatt gondolom, ezek mindig egy kicsit változnak, és 70 ezer, hogyha csak simán a 4. generációs Smart Keyboardot veszitek, aminek nincs töltő része, de ugyanúgy van billentyűzet része, és nem lebeg, mint egy laptop fentebb, és kényelmesebb rajta ilyen ide. Beszéljünk a következő készlékekről, ezt is meg fogom venni, de a kommentekben írjátok le, milyen színekben vegyem meg, az egyiket az 5-ből válaszátok majd ki, kíváncsi, hogy ti mit akartok, és hogy látjátok, még van hozzá töltő! Apple ehhez ad töltőt, hihetetlen, USB-C kábelt és töltőt is kapunk hozzá, ami érdekes. És most látjátok a méretbeli különbségeket, egy kicsiben nagyobb, mint a sima iPad, de van ujjanyagú tolvasó például benne az oldalában, nem elől van rajta rendes gomb, és még mindig a sima iPadnek Lightning-je van, de mindegyik másik készléknek most már USB-C-je, 5G-je, mindene benne van, minden kompatibilis a tollal, úgyhogy tök jó, már nincs olyan készlék, ami nem kompatibilis a tollal, de ez eddig sem volt. És beszélünk a következő készlékről méghozzá, itt van a MacBook helyett, amit vártunk, hogy lesz majd egy új MacBook Air, egy Mac Studio és egy Mac Studio Display. Na, kezdjük a Mac Studio-val, mert az a lényeges kis gép, méghozzá az Apple iPad Mini-t akartam mondani, a Mac Mini-nek a erősebb készléke, mert az Mini eddig M1 processzorra volt, és tudtuk, hogy majd lesz valami egy újabb M1 processzorral, és ezzel az új Ultrával együtt, a Mac Studio-val együtt, már Ultrának hívom a Mac Studio-t, hívhatták volna a Mac Mini Ultrának is, mindegy. A Mac Studio-val együtt bemutattak egy új processzort, méghozzá az M1, nem Pro-t, nem Max-ot, mert ezeket már láttuk a MacBook-okban, hanem, hogyha végignéztétek az első 40 percet ebből a prezentációban, amit meg mögöttem, akkor látjátok, hogy van egy Ultra is. És ezt a Studio-t nem csak Ultrával lehet venni, hanem Max-al is lehet venni, méghozzá a Max az 10 magos processzorral és 32 magos GPU-val rendelkezik, és az Ultra, az egyszerűen vették ezt a Maxot, a legerősebb M1-est, ami eddig volt, és 2 raktak bele a gépbe, és így minden megduplázódott,
teljesítményben. Gyorsan végiggörgetek, mert alapvetően a statisztikák a lényegek, hogy attól függ, hogy melyik processzorra veszitek meg a stúdiót, maxa vagy ultrával látjátok, hogy Photoshopban 2,5-szer vagy 2-szer olyan gyors, Affinity Photo-ban például 1,5-szer, persze az Apple programok a minél gyorsabb, 5-szer olyan gyors a Final Cut például a videóvágásban, de ami nem is a lényeg nekem a Final Cut-ban, hogy a videóvágásban olyan gyors, hanem a kompresszor program, ami utána kiköpi az eredményt, az is sokkal-sokkal gyorsabb, ezeket nyugodtan végig tudjátok nézni a weboldalon is, mert alapvetően azon görgetem itt magam végig, ahogy látjátok, amiközben mesélek nektek, de a lényeg itt az egésznek az, hogy méretben persze nagyobb lett, mert adtak neki egy jó nagy ventilátort, hogy bármikor, amikor fut, ne lehessen hallani, és több ezer kis alumínium házában lyuk létezik, a hátulján 2000, hogy pontosan legyük, de a nagyobb lyukok a lényege, méghozzá ki is bemenetek, a csatlakozók. Van elől 2 Thunderbolt 4 és egy SD kártyavasó, és hátul 4 Thunderbolt 4 csatlakozó is van, ahol rá tudunk kötni 4 külső képernyőt, sőt 5 képernyőt lehet összesen rákötni, mert még van egy HDMI-nk és egy 10 gigabites hálózati csatlakozónk, sima USB 3.2-es 2 csatlakozónk is, és még egy jack csatlakozó, ami nem csak egy jack csatlakozó, hanem high fidelity audio, tehát tényleg prémium fülhallgatókkal vagy hangrendszerrel lehet majd kiadni a hangot rajta, hogy ne csak persze a Bluetooth-val valami gyengébb minőségű hangot halljunk ki, de persze Wi-Fi 6 van benne, és Bluetooth is nem hiányozza belőle. És most jön az ára, ahogy említettem, van egy maxos verzió, egy ultrás verzió, itt ahogy említettem dupla olyan teljesítményű az ultrás, és látjátok, hogy árban is persze pontosan dupla annyi, méghozzá 1,6 millió forintnál kezdődik az ultrás változat, és max, hogyha minden maximálisra rakunk bele, akkor 3,3 millió lesz az eredmény. A végén is ehhez nem kapunk billentyűzetet, egeret, semmit, egy áramkábelt és egy doboz kapunk. Hogy ezt megrendeljük, ezt már most meg tudjuk rendelni, de most jelenleg 2-3 hetet kell várni a maxos verzióra, és az ultrás verzióra meg 5-6 hetet kell már most várni. És a boltban majd megnézik őket, hogy néznek ki, csak a felvételt jövő héten róla, úgyhogy jövő héten lesz itt megint egy újabb videó. Hogyha nem itt, akkor TikTokon, Instagramon megtaláljátok, de persze nem lehet csak egy új gépet bemutatni, hanem egy új képernyőt is be akar az Apple mutatni. Mindig, hogy arra is ne csak költsünk, hanem mert eddig volt egy nagyon drága monitorja az Apple-nek, meg partner monitorok LG-től, meg más gyártóktól, de itt látjátok, hogy van a Studio Display, aminek az a lényege, hogy kapunk egy 24 incses monitort, ami gyönyörű képminőséget ad nekünk, USB-C csatlakozókat, áramot is a laptopunknak, hogyha laptop akarjuk használni, és 600 ezer forintnál kezdődik ez is, de látjátok, hogy sok képpont van rajta, 600 nit fényerős, ami nem annyira erős, lehetne erősebb, de van kettőfajta fólia, vagyis tükröződés mentséges megoldás, amit az Apple hagy minket, hogy kiválasztani, legyen matt, meg egy nem matt, tehát csillogó felület, és be van építve bele egy kamera is, hogy itt is 12 megapixel gyönyörűen tudjuk használni azt a funkciót, hogy széles látószögben megy utánunk a kamera egy kicsit, hogyha több például ember jön bele a képbe. És beraktak valamelyet a monitorba egy A13-as processzor, valószínűleg azért, hogy a zajszűrést, a kamerát, meg minden más jól tudjunk kezelni, 6 hangszóró van benne, 4 subwoofer, ami valahogy segít azon, hogy ne rezegjen a kijelző, 4 Thunderboltot itt látjátok, hogy mondtam 96 wattot ki is tud adni, tehát a legerősebb MacBook Pro maxunkat is, mindegy, azt is tudjuk vele tölteni, amikor használjuk, és csak egy kábellel nem csak töltjük, hanem utána Daisy Chainben egymásra tudjuk is kötni a kijelzőket a Super Mac Studio Display-nél. Így lesz persze teljes a család, de még a lényeges, hogy még hozzá az Apple el tud nekünk adni egy lábat. 3 lábat láttok itt, van egy VESA tartó, ami a falra megy, van egy sima tartó, ezek benne vannak az árban, vagy az egyik, vagy a másik, de hogyha azt akarjátok, hogy még magasságban is tudjátok kicsit változtatni, akkor majd extra rá kell fizetni, méghozzá, hogyha rámik arra a rendelésük, itt látjátok, hogy egy 659 ezer, hogyha simát választjuk, normál üveggel, nanotextúrált, az a csillogó, az már egy kicsit drágább, 799 ezer, tehát egy 130 ezer forint a több, és akkor itt látjátok a lábánál, hogy még egyszer egy 160 ezer forint extráját kapjuk ezt a lábat, ahol tudjuk a magasságot is állítani, nem csak a 30 fokot így, vagy azt a vézánál, hogy felrökjön falra, és el is lehessen forgatni, hanem tényleg még magasságban is, és már ezt is meg lehet rendelni, és itt is 2-3 hetet kell majd válni, ezt is max a boltban nézze meg, annyira nem érdekel engem a 27 incses 5K felbontású monitorja Apple-nek, de biztos lesz egy pár vevő rá, főleg Hollywoodban.
Na, de hát alapvetően ennyi is volt az Apple-nek a bemutatója, a csomó más mindenről beszéltünk, milyen jó mennek a filmek, sorozatok, mindenféle más része a cégnek, remélem nem volt túl hosszas ez a videó nektek, jövő héten az új új iPhone színeket megmutatom nektek, persze iPhone SE-t megveszem, és az iPad Mini-t is megveszem, írjátok le a kommentekben, milyen színben akarjátok, és még mindig Instagramon, Telegramon sokkal hamarabb megkapjátok ezeket a tartalmakat, úgyhogy iratkozzatok oda is fel, találkozunk ott is feltettek kérdéseket minden nap, olvasok persze mindent szorgalmasan, és válaszolok is rá, úgyhogy addig is, köszi, hogy bemutattatok nekem, nevem Gábor Lázs, legközelebbig, és nézzük tovább Apple videókat!